Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit mai műsorunkban Juhász Grétával. És lehet, hogy Dixivel fogunk beszélgetni az elkövetkezendő közel fél órában. Dixi egy nagyon cuki tacsi, aki eddig csöndben volt, de amióta készülünk erre a beszélgetésre, igaz, Gréti, azóta? Igen. Ott nyűszög a lábadnál, úgyhogy nyugodtan vedd az öletbe, ha majd úgy gondolod. Íme. Szia, Dixi, akkor már köszönj nekünk. Na, szóval, de alapvetően azért nem a tacsikról fogunk beszélgetni, bár majd néhány szót akár arról is, hanem a kézilabdáról. Már nem mondom, hogy debütáltál a válogatottban, mert az már ugye tavasszal megtörtént, sőt, akkor gólt is szereztél Izland ellen, de most megint ott voltál a keretben, játszottunk két felkészülési meccset, ugye itt az Európa, EHF Európa Kupa okán a norvégokkal és Ausztriával a két meccsen lőttél 5 gólt, a posztod balátlövő, ami tudjuk, hogy egy elég neuralgikus poszt a magyar női kézilabdában, különösen most a sok-sok sérülés miatt. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy ízlelgeted ezt még magadban, hogy hoppá, Juhász Gréti, 21 évesen, magyar válogatott kézilabdázó. Igen, ahogy mondod, ízlelgetem, mert egyben még egy kicsit hihetetlen is, hiszen nagyon fiatal vagyok, és ez egy hatalmas lehetőség számomra, hogy most így meg tudjam mutatni magam a magyar közönségnek, meg amúgy is. Igazából még dolgozom, és ízlelgetem, ahogy mondtad, de tényleg a lehetőséget próbálom megfogni, vagy hogy mondjam. Igen, nekem azt tűnt fel egyébként, nem csak a te játékodban szerencsére, hanem mondjuk Simon Petráéban is az osztrák meccsen, hogy izgalomnak konkrétan a nyomát sem nem lehetett látni. Biztos, hogy volt, de látni nem lehetett, vagy megilletődöttségnek akkor inkább azt mondom, tehát annak nyomát sem láttam, és ezért volt különösen érdekes, és nagyon kérlek, kezdjük ezzel, mert Vovának, ugye Golovin Vladimirnek volt egy nyilatkozata az osztrák meccs után, ami nagyon meglepő volt, hogy azt mondta, hogy hát a lányok túlizgulták ezt a meccset, és ez nagyon furcsa volt, mert mégis egy barátságos meccs az osztrákokkal, itt aztán tényleg nem volt tét, hogy ezt tényleg túlizgultátok? Lehet benne ilyen is. Én izgulós fajta vagyok, szóval én szoktam izgulni meccsek előtt, de azutána így elszáll, és akkor csak a meccsre koncentrálok, meg amúgy is. Valóban lehet ez, vagy lehet az, hogy túlizgultuk, meg inkább az, hogy álmosak voltunk, vagy nem tudom, nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de örülök, hogy nyertünk. Igen, azt tegyük hozzá, hogy egy két gólos győzelem, tehát a siker megvolt, csak hát ugye azért ahhoz szoktunk hozzá, hogy az osztrákokat általában 10 pluszosan verjük, kicsit más kategória volt eddig női kézilabdában, úgyhogy ez egy kicsit meglepő volt, ami történt. Igen. Na, de hát nem, de természetesen nem az újoncokon kell ezt legkevésbé sem számok érni, nem is arra utalt a kérdés, hanem hogy furi volt, mert nem tüntetek egyébként izgulósnak. Attila, te is, téged is vagyunk szóhoz jutni. Hát én ezt csak annyit tennék hozzá, hogy azt hiszem, hogy aki nem izgul valamennyire egy különösen válogatott meccs előtt, az szerintem hazudik. Tehát minden játékosnak van egy meccs láza, azt hívhatjuk izgulásnak, vagy felfokozott állapotnak, tehát ez teljesen természetes. Az más kérdés, hogy amikor belefúj a bíró a sípjába, és elindul a játék, onnantól kezdve egy más állapotba kell kerülni, mert akkor ott már nem izgulni kell, hanem azt megpróbálni reprodukálni, amit az ember megtanult, vagy amit az edző kért tőle, vagy ami be volt gyakorolva. Tehát ez nyilván a druk az mindenkiben benne van, különösen a fiatal játékosokban, de én ismerek olyan férfi játékost, 35 éves korában is minden meccs előtt hihetetlenül izgult, de ez nem befolyásolta a jó játékát. Először azt kérdezném azért tőled, mert viszonylag azért kevésbé vagy szem előtt, tehát nem látunk olyan sokat játszani, hogy te valójában most balátlövő vagy, vagy jobbátlövő, vagy védekező ember, vagy mi is vagy igazából, mert a Kisvárdában, ha jól tudom, akkor nem vagy feltétlenül balátlövő. Kisvárdán vagyok igazából balátlövő és hármas védő, de kettesbe is szoktak rakni, szóval így több helyet meg szoktam tudni oldani védekezésbe, de támadásba alapvetően balátlövőként számítanak rám, és azt a posztot töltöm be. Jobb oldalakon nem szoktál játszani, az egy téves
Az igen, azt nem elírták. Igen, volt egyébként, igen. Az nekem megütötte a szememet egyszer, ugye, amikor készültem erre a beszélgetésre, olvastam valahol egy írásról, és ott volt, hogy a jobbát lövünk, de szerintem is az egy tévedés. Jó, hát legalább akkor ezt tudjuk. Viszont arra azért kíváncsi lennék, hogy ugye nyilván te is látod az utóbbi években a junior válogatott csapatot, hogy alapvetően az a típusú balátlövő, ami te vagy, az mondjuk nagyon ritka játékos, és nem is nagyon erőltetik az edzők, hanem inkább a három irányítós játék, vagy a jól cselező, gólerős, alacsonyabb termetű játékosok szokták vinni a prímet a válogatottakba. És te hogy érzed a saját helyedet, hogy ez egy különlegesség most, hogy fú, itt vagyok én, körülnézek, senki nincs ilyen szép, hosszú, magas lánya, mint én vagyok, nagyotok dobni, hoppá, előttem van a világ. Vagy inkább úgy érted meg a junior válogatott időszakot is, hogy hát a fenébe ezek a kicsik elviszik előlem a játék lehetőséget, és akkor be vagyok szorítva abba, hogy a védekezésbe kell kiemelkedőt nyújtanom. Mi jár ilyenkor, vagy hogy tekintesz a saját pozíciódra? Junior válogatottban ugye Szilárdban inkább hátul számított rám. Szakaszokban adott szerepet támadásba, hogy átlőjek, de inkább védekezésbe számított rám. Igazából, amit te is mondtál, hogy három irányítós játék volt, és tényleg szakaszokba kaptam lehetőséget, amivel megpróbáltam élni, amennyivel tudtam. De tegyük hozzá, hogy... Azért ez, bocs, csak, hogy ez próbálom előtt kihozni, hogy ezt érzed, hogy ebbe a balátlövőbe, magas, erős, nagylövőbe mekkora hiány van a magyar női kézilabdában? Igen, 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 igen. Na, én csak azt akartam az előbb mondani, hogy ez nyilván nem a semmiből jött, mert ha jól tudom, akkor ugye te a NEK-ból igazoltál Kisvárdára, és ott még standard védőjátékos voltál, védő specialista tulajdonképpen, és akkor, hogyha jók az információk, akkor egy-egy meccsen elkezdted lőni a gólokat, és néztek, hogy hoppá, hát ez a lány, ez komoly lövőerővel rendelkezik, és nem csak védekezni tud, hanem támadni is, és akkor így szépen folyamatosan alakulsz át védőből támadóvá, vagy is, mert ugye egyébként ez a legjobb, hogy a legtöbb jól támadó játékos sajnos a magyar kézlabdában viszonylag gyengén védekezik. Tehát nálad ugye fordított az út, tehát szerintem óriási előnnyel indulsz ebből a szempontból. Igazából a védekezés az nekem mindig is egy olyan táppont volt, hogy hú, az akkor megy, meg azt úgy érzem, és akkor onnan tudtam abból kiindulni. Igen, Kisvárdára, hogy elkerültem, ott ugye azért több lehetőséget kaptam balátlövő pozícióba is, és igen, megpróbáltam ezzel élni igazából. Mindig érdekelt egyébként, hogy azért azt gondolom, erősítsétek meg, mind a ketten elég magas szinten játszotok, vagy játszottatok, egy kézilabdázó az nyilván az gólokat szeret dobálni, ha nem kapus. Tehát ha valaki mezőnyben játszik, annak gondolom minden szíve vágya az, hogy ne csak védekezzen és lögdösse az ellenfelet, ide-oda taszigálja, hanem néha labda is legyen a kezében, meg lehetőleg gólokat dobjon. Egyetem, én is így érzem, meg ott is a védekezésben az is az, hogy volt, oké, labda, akkor hogyha labdát szerzek, akkor nálam, hogyha nem is én, akkor már passzoljak, és indítsuk, és gólt. Nekem inkább ez, ami így bennem volt, meg bennem van. Meg amit én láttam tőled korábban a pár mérkőzésen, különösen a junior válogatottban, hogy az azért mindig jól ment neked, hogyha a védekezésből lerohanás volt, hogy rendezetlen védelem elleni játék, akkor nagyon bátran belelődöztél második hullámba, és az ugye az egy nagy előny, ha egy ilyen védekező játékos van, aki gólerősen tud fölérni a támadásokhoz. Ez egy olyan profil, ami úgy tetszik neked, vagy szóval ez illik rád, hogy gyerünk, fölmegyünk, azt bebombázom? Persze, ez abszolút az ilyen, nem kell sokat gondolkozni, hanem erő. Az erő azért, meg a lendület azért, azt jobban szeretem, vagy hogy mondjam. Van kedvenced egyébként a nemzetközi mezőnyből? Gondolom, remélem, hogy a Sportegyen követed a BL meccseket évről évre. Rengeteg nagy sztár van ezen a poszton, van kedvenc? A Rijkaard,
Valahogy sejtettem. Meg az Amorim volt még nagyon a kedvencem. Ők ketten. Ezek jó. Azt hiszem, hogy ezek jó követendő példák. Ugye, ha jól tudom, akkor te Bakko Botond kérésére kerültél annak idején Kismárdára, és milyen fura az élet, nem, hogy Botond most meg a NEKA edzője lett, ahonnan eljöttél. Hogy élted meg, hogy na, idejöttem miatt, a tök jó, és akkor elment föl, sem merült, és esetleg visszamenjél? Nem is volt szó róla? A NEKA-ra? Igen. Igazából nem, így megvolt a szerződésem, meg ugye Botit fél évkor eltávozott tőlük, vagy elment tőlük, így igazából nem merült fel, hogy visszamenjek, vagy nem hívtak úgy vissza. Meg elég kételen jött a NEKA-nak az, hogy ugye bennmarad, mert ott még volt az, hogy nem, bennmarad, de nem volt erről szó. Mesélsz nekünk egy kicsit a Kisvárdáról, hogy mennyivel változott ott a hozzáállás tulajdonképpen a női kézilabdához, illetve hát a csapat összetételéhez, hiszen ugye azt láttuk az elmúlt években, hogy nagy erőket mozgósított a Kisvárda, hogy fölzárkozzon a legjobbakhoz, és ezért rengeteg külföldi játékost vettek, ami úgy egy ideig működött is, de aztán nem annyira. És ha jól látom az idei kereteteket, azért viszonylag kevés a külföldi, és ti is ráálltatok inkább arra, hogy fiatalabb magyar játékosokkal próbáltok ott középmezőnybe, vagy nem tudom mi a cél, azt majd elmondod, helyet szerezni magatoknak. Hogy néz ki jelenleg a kisvárdai kézilabdának a filozófiája? Most nagyon sok minden kavarog a fejemben. Igazából én nagyon szeretek Kisvárdán lenni. Nagyon jó a csapatközösség, illetve a stáb is nagyon jó. Tényleg nem tudok rosszat mondani, nekem nagyon sokat adott. A célunk igazából az, hogy minél előrébb végezzünk. Ugye volt egy 7. helyezés, és hogy legalább azt tartsuk, vagy a 6. Vagy a 6. helyet befoglaljuk. Igazából tavaly ugye, meg előtte is azért voltak külföldi játékosok. Valami tavaly így elcsúszott, és szerintem, vagy hogy mondjam, szerintem azért, nem tudom. Mondja nyugodtan, ahogy eszedbe jut. Hát nem úgy sült azok az igazolások, amikre vártunk, hogy jól fog sikerülni, nem úgy sült el, és így ezért jött az, hogy akkor jönnek a magyar fiatalok, ami szerintem, vélemény szerint sokkal jobb, mivel motiváltak a fiatalok, meg akarják mutatni magukat az NB1-be, és sokkal harcosabbak, vagy én ezt érzem rajtuk, hogy sokkal jobban akarják az egészet, a győzelmet, és hogy mindenki egyfelé húz, erre akarok kiugadni. De most már akkor nincs az a terv, vagy álom, hogy letaszítjátok a Győrt a trónjáról, mert egyébként ugye ez most egy kicsit ilyen furcsa hangzik, de én ott voltam annak idején, amikor följött a Kisvárda, és a főnök, hogy így mondjam, azt mondta nekem, hogy meglátom, hogy 3 év múlva megelőzitek a Győrt, már hogy a Kisvárda, de hát nem előzték meg, és úgy tűnik, hogy most már azért inkább reálisabb célok vannak kitűzve, mint hogy Bajnokok Ligájába induló csapat legyen. Hát úgy érzem, attól még egy kicsit messze állunk, de fejlődünk és megyünk tovább. Na, mi egyelőre nagyon örülünk annak, hogy sok magyar fiatal játszik köztük. Te is ugye, egy magyar edzővel, Józsa Krisztián érkezett ugye Bakko Botond után, úgyhogy hát pont az ilyen masszív hátországbeli csapatokra van óriási szüksége a magyar női kézilabdának. Na, beszéljünk egy kicsit a válogatottról, meg a válogatottságról, meg az első alkalomról. Egyáltalán hogy tudtad meg, hogy szóba került a neved, hogy kerettag vagy, hogy játszani fogsz, mennyire értesz téged váratlanul? Hát az első az, azt hiszem, ott márciusban vagy itt, ott márciusban hívott fel, vagy benne vagyok a 35-ös keretbe, annak nagyon örültem, mert tényleg már az váratlanul ért, hogy puha, ott van a nevem a 35-be, mert dolgozok, de nem gondoltam, hogy így szem elé kerültem már a kapitánynak. Aztán nyilván
utána felhívott, hogy ugye az Ácsik pont akkor beteg lett, és hogy számít rám, és hogy menjek. Na hát ott nagyon lesokkolódtam, és hát nagyon, nagyon örülök neki igazából, vagy hogy mondjam, boldog vagyok, hogy ott lehetek, hiszen minden egyes ilyen összetartás, ez nekem nagyon fontos, vagy nagyon sokat jelent, mert minden egyes edzéseken azon vagyok, hogy ellessek a többiektől mozdulatokat, tehát hogy ez nekem nagyon sokat jelent, és nagyon örülök, hogy itt szem előtt vagyok, és meg tudom mutatni magamat, vagy hogy mondjam. És bármilyen morbidul is hangzik, de úgy látszik, hogy Zácsik Szani a te szerencse hozod, mert ugye most megint megsér, ami neki óriási szerencsétlenség és pech, az neked egy lehetőség a kézilabdában, ugye, mert Szani megint megsérült, és akkor Vova úgy gondolta, hogy akkor jöjjön megint Gréti, és hát most már karnyújtásnyira van a világbajnokság, tehát most kicsit eltúzom, azt mondom, hogy nem úszott meg, úgy néz ki, hogy világbajnoki résztvevő legyen. Hát nagyon sajnálom a Szanit, hogy így lesérült, de egyben örülök is. Lehet csúnya ezt kimondani, de örülök, hogy kaptak egy ilyen lehetőséget, és hogy remélem tudok ezzel élni. És igen, mindjárt itt a világbajnokság, és nagyon remélem, hogy nem úszom meg nélküle. Hát tényleg, tényleg nagyon úgy fest. Mesélj egy picit a hangulatról, a közösségről, a közegről. Erről elég keveset tudunk, és amit hallottunk, az nem feltétlenül volt az elmúlt időszakban pozitív. Én ezzel szemben most úgy azt láttam rajtatok, hogy most ez olyan vidám, összetartó, klassz közösség. Lehet, hogy korábban is az volt, csak voltak vadhajtások, de most nagyon úgy tűntök, hogy úgy egyben van ez a csapat. Aztán már reméljük, hogy ez a pályán önmutatott eredményben is látszik, de az feltűnő, hogy ti úgy jól érzitek magatokat. Nem tudom, milyen volt előttem, vagy milyen lehetett régebben. Én azt mondom, amit így tapasztaltam, igazából mindenki nagyon segítőkész és befogadó, és szerintem nagyon jó kis közösség, tényleg mindenki beszélget mindenkivel. Most ebben a válogatottban, ki a hangadó? Ki a hangadó, ki a vezéregyéniség? Ki az, aki úgy igazán viszi a szót például? Az öltözőben, meccs után, meccs előtt, szünetben? A Vica például, Nada, a Szikora Minda, még ilyen. Hát így az idősebbek, én azt érzem, hogy ők, akik így. Azért kérdezem, mert erről nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy mostanában olyan klasszik vezéregyénisége nincs a válogatottnak, aki olyan nagyon meghatározó karakter lenne, vagy legalábbis kifelé ez így látszik, amilyen korábban Kökénybea vagy Görbic Anita volt, tehát most nincs ilyen jellegű vezéregyénisége ennek a csapatnak, de lehet, hogy ez nem is feltétlenül szükséges. Nem tudom, Attila, kell ilyen mindenképpen? Hát előbb-utóbb azért kelleni fog. Tehát ugye azért azt látjuk, hogy nyilván van egy jó hangulat, az oké, okay, meg jól érzik a játékosok magukat, csak ugye ez nem erről szól feltétlenül, hanem arról, hogy eredményeket kell elérni, meg pedig most már egyre inkább ráég a körmünkre az, hogy ugye világbajnokság, olimpiai selejtező, remélhetőleg olimpia, és a magyar női kézilabda válogatott most már azt hiszem túl sok ideje van abban, hogy várjuk az eredményeket. Tehát nem, tehát a külső szemlélőnek nem feltétlenül az a lényeg, hogy jól érezzék magukat a játékosok, hanem lehet, hogy utálják egymást, csak jó lenne, ha jobban játszanának, és a nehéz pillanatokban tudnának tényleg egymásért jobban küzdeni, és ahhoz pedig valószínűleg kellenek azok a vezéregyéniségek, akik elkapják a fiatalokat, amikor oda kell tenniük magukat. De hát ez nyilván nem lehet így hatalmi szóval kinevezni, na te vagy a vezéregyéniség, hanem annak ki kell nőni a csapatból. A játékosoknak el kell fogadni azokat, akik erre viszik őket előre, de ez, én azt hiszem, hogy nem feltétlenül kor kérdése. Tehát fiatal játékosok is adott esetben alkalmasak erre. Nem tudom, hogy te magadat mennyire érzed egy olyannak, aki jó, nem most holnap, de hogy azért el tudod képzelni, hogy egy pár év múlva egy vezéregyénisége legyél, akár a válogatottnak, akár a kisvárnának.
Kisvárdán már amúgy azt érzem, hogy egyre stabilabb és stabilabb tudok lenni, meg az is akarok lenni. Így a válogatottban még azt érzem, hogy azért még kell fejlődnem ahhoz, hogy azt mondjam, hogy stabil, meg azért még ott korban. Nem tudom, valami miért. Szerintem most Attila nem is feltétlenül a játékra gondolt, hanem hogy milyen személyiség vagy. Tehát, hogy a junior csapatban mondjuk hangadó voltál, mondjuk te, vagy, te is azok közé tartoztál, aki megmondta a tutit, hogyha kell? Nem, én inkább azt, hogy így, én inkább így el vagyok, vagy hogy mondjam. Én nem vagyok az a hangadó. Na ez az. Mindig más volt. Én inkább az, hogy támogatom a másikat, és akkor én is közben csinálom a saját magam dolgát, és tényleg szurkolok meg, ordi. Tehát, hogy nem az a, nem tartom magam olyan... Vezértípus. Pedig azt tudod, hogy ki az. Egy jó hátsó védő az valójában egy vezérám. Ott azért dirigálni kell az embereket, nem? Hát úgy védelemben, igen. Hát az azt hiszem, hogy tényleg szükséges hozzá, nem tudom, hogy a, mondjuk a védekezésben hogy van nálatok a válogatottnál elosztva ez a fajta szerep, hogy ki az, aki a védekezésnek így a parancsnoka, a másik hármas, akivel vagy együtt, nem tudom, a Tóvízivel, vagy a Bordással, vagy a képen ott van, vagy ez hogy néz ki a védekezésben? Hát a két-hármas, meg igazából mindenkinek megvan a feladata, és ugye azt próbálja betartani, de... De várj csak, a Gréti, ez a két-hármas közül van főnök? Tehát aki dirigál, aki irányítja a védekezést. És a jobb-hármas között? Igen, igen. Hát ugye egy kommunikáció kérdése, de így vezért, úgy nem... Tehát aki irányítja a többieket, úgy értem. Mert nekem valahogy úgy rémlik, hogy egyszer még Ligetvári Patrikkal beszéltünk erről hosszasan, meg a Sipivel, ő azt mondta, hogy határozottan van a két-hármas között egy, aki azért följebb van, aki tényleg az egész védelem irányítója. Hát szerintem az a kettő. Vagy hát, hogy nálam úgy az a két-hármas egyszerre úgy dirigál, vagy úgy osztál a feladatokat, úgy szerintem... Jó, kérdés volt. Azért azt hidd el nekem, hogy akkor fogtok jól védekezni, ha elkezd valaki dirigálni. Remélhetőleg te, vagy valaki, aki jól is védekezik nyilván, mert azért főleg elnézve ott az utolsó két mérkőzés, de azt hiszem, hogy föl lehet sorolni egy jó párat. A védekezésünk a válogatottban az igen gyenge lábakon tud állni, tehát olyan széteséseket tudunk produkálni, amit nyilván ha komoly eredményt akar elérni egy csapat, akkor az nem lehet, és lehet, hogy pont ez hiányzik, hogy talán egy kicsit valakinek ott jobban a kezébe kéne venni az irányítást, úgyhogy most ezt nem akarok nyilván így bele kontárkodni, de azért lehet, hogy ezen érdemes elgondolkoznod, hogy kéne e tekintetben hát úgy fejlődni, vagy ezt végig gondolni, hogy a jó védelem azért ott van egy főnök. Igen, de azt gondolom, hogy nem akarlak nehézzel. Nem a 21 éves játékos. Hogy legközelebb összetartásra mész, és akkor mondod a Bobának, hogy na, beszéltem az emberekkel, azt mondták, én vagyok a főnök, gyerünk. Jó. Legyen így. Na, Gréti, köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk. Nagyon sok sikert kívánunk a pályafutásod során. Kisvárdán is, most különösen a válogatottban, és vidáman, bátran játszatok, az már azt mondom, hogy fél siker. Köszönöm. Mi is köszönjük. Szia! Sziasztok! Szia, Dixi!